A térségi falvak önkormányzatai, vállalkozók és civil szervezetek több milliós forrásra pályázhatnak ősszel a Darányi Ignác terv Új Magyarország vidékfejlesztési program harmadik tengelyében. Erről tartott tájékoztatást a Marosvölgyi Líder Egyesület kedden. Itt több pályázati kiírásról is beszélünk. Egyrészt van egy turisztikai jellegű kiírás, amelyre településekről, a 17 településből a 15 falu pályázhat. A két városból erre a lehetőségre nem jöhetnek pályázók, de akik turisztikai jelleggel szerettek volna a városokból pályázni, azok idén nyáron már megtehették. Van is, hála Istennek elmondhatjuk, hogy lesz újabb turisztikai jellegű városi fejlesztés a jövőben. Lesz egy vidéki emberek életminőségét javító pályázati kiírás. Ennek az elbírálása, a benyújtása nem a Marosvölgyi Líder Egyesülethez történik, hanem az MVH központba. Itt jellemzően települések, önkormányzatok és non-profit szervezetek pályázhatnak, jellemzően 100%-os támogatási arányjal, attól függően, hogy áfakörös vagy nem áfakörös az ügyfél, bruttó vagy nettó 100%-ról beszélünk.